A szakértők szerint politikai válságba kerültek a baloldali pártok. A koronavírus járvány elleni védekezésben elemzők szerint több szempontból is megmutatkozott, hogy stratégia hiányával küzdenek az ellenzéki oldalon. Jön az elemzés. Köszönöm szépen. Rotyi is Bálintal a média nézők központ elemzőjével beszélgetünk a következő percekben. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Az elmúlt években, az elmúlt időszakban számos kérdésben változtatott korábbi álláspontján az ellenzék. Itt van akár a szövetségem, szövetség rendszeren belüli politika is, akár mondjuk a Jobbik és a többi ellenzéki párt viszonyának tekintetében zárójel néhány év elképzelhetetlen lett volna, hogy ezek a pártok összefogjanak, és az sem egyszer fordult elő az elmúlt időszakban, hogy bizonyos fontos kérdésekben, lásd az oltások kérdése, Mond a párt valamit, vagy a párt egyik prominens személyisége, és aztán eltelik pár hét vagy pár hónap, és annak teljesen az ellenkező álláspontja, álláspontját fogalmazzák meg. Mi lehet ennek az oka? Ugye egy jelenlegi válsághelyzet az a politikai élet számára egy óriási kihívást jelent, hisz az ilyen jellegű válságoknak a hatását mindenki érzi a saját bőrén, és az állampolgárok elvárják, hogy ilyenkor a politikai elit legyen akár kormányon vagy ellenzékben, hiteles politikát tudjon folytatni és tudja segíteni az országot, az állampolgárokat a válság megoldásában. Ugye láthattuk ennek példáját 2010 előtt, ugye a 2008-as világválság alatt, gazdasági világválság alatt, az akkori gyurcsány majd bajnai kormány válságkezelését olyan szinten kudarcosnak minősítették az állampolgárok, hogy 2010-ben az akkor még ellenzékben lévő Fidesz-KDNP kétharmados többséget tudott alakítani. Ezek után talán az lenne az elvárható vagy a normális, hogy a baloldal levonta a megfelelő következtetéseket, és szembesülve egy újabb válsághelyzettel Márra nem adhok politikai döntéseket hoznak, hanem egy hosszú távú, kiszámítható szakmai alapokon nyugvó politikát fognak képviselni, amivel egyrészt a saját hitelességüket tudják megerősíteni, másrészt pedig egyfajta alternatívát nyújt, tudnak nyújtani a kormányzati intézkedésekkel szemben, ehhez hát valóban azt láthattuk, hogy ez a fajta kiforrott szakmai alapokon nyugvó stratégiai nem jött létre az ellenzéki oldalon, Ugye láthattuk azt, hogy gyakorlatilag az egész kommunikációjuk, ami folyik, az arra alapszik, hogy mindig az ellenkezőjét kell mondani, amit a kormány mond. Tehát, hogyha a kormány szigorításokat jelent be, akkor nyitásokat követelnek, vagy fordítva a kormány nyitásokat jelent be, akkor szigorításokat követelnek. Ezek mögött nem állnak szakmai érvek. Kizárólag a hagyományos kormány ellenzék politikai felállás, politikai küzdelem figyelhető meg. De ö, ugyanezt látjuk ö, például, amikor pánikkeltésről van szó, ö, oktatás, egészségügyi összeomlásáról beszéltek, miközben ezek nem következtek be, és most legutóbb, ugye az idejében évben itt a vakcináknak az elutasítása, a vakcinákba vetett bizalomnak a ö, megrendítése az egyik fő kommunikációs eszközük, ö, amivel jól láthatóan. Ö, hibás döntést hoztak, hisz azt látjuk, hogy a magyar társadalom nem csak, hogy oltakozik, és hétről hétre egyre többen kívánják beadni az oltásokat, hanem elfogadják a vakcinákat, hisz hallgatnak azokra az egészségügyi szakemberekre, akik jelezték, hogy bármely vakcina, amit már engedélyeztek Magyarországon, az biztonságosan alkalmazható, és sokkal jobb egy vakcina, mint magát a koronavírusnak a, a következményeiben való szenvedés. Említette a stratégia szót. Több elemző kollégája felvetette az ellenzék kapcsán a kormányzó képességet, illetve azt, hogy van-e valamilyen víziója, terve, az országgal kapcsolatban az ellenzéki pártoknak, és van, aki párhuzamot vont Gyurcsány Ferenc 2006-os összödi beszédében elhangzottakkal, ahol a miniszterelnök, akkori miniszterelnök azt mondta, hogy fogalma sincs a döntéseinek a következményeiről, úgy fogalmazott, idézem szó szerint. Egy sorügyben fogalmam sincsen, hogy melyik a nem a hatodik lépés, még a harmadikat sem tudom, tudom az első kettőt. Itt az idézet vége, lehet hosszabb távú stratégia nélkül kormányzó képes egy szövetség, akár, vagy egy párt? Ugye az, hogy egy párt vagy pártszövetség sikeresen tudjon, tudjon kormányozni egy országot, az nagyon összetett feladat hisz egyszerre sok problémával kell foglalkozni, ezek a problémák hatással vannak egymás, ezeket tudni kell kezelni, tehát ez egy, ez egy nagyon komoly szellemi munkát igényel, nagyon komoly szellemi tőkére van szükség, nem véletlen, hogy a kormányzás művészete az egy nagyon nehéz munka. Ugye az, hogy ha egy pár csak túlélni akar, Ideiglenesen, akkor talán még beleférhet az, hogy egy-egy lépést gondol csak előre, de hogyha valóban hosszú távon kormányozni akar, és sikeresen akarja egy ország sorsát elősegíteni, az muszáj több lépésbe gondolkodni, ha sőt, egy enezéki párt sem engedheti meg magának, hogy ne, ne gondolkodjon előre. Tehát ez alapvető követelmény, hogy egy párt szemében legyenek hosszú távú stratégiák, hosszú távú elképzelések, az emberek sem azt várják el, hogy, hogy a politikus választ adjon arra, hogy mi fog történni holnap, hanem arra kíváncsiak, hogy az elkövetkezendő hónapokban, években milyen döntések fognak születni, hogy az életük is kiszámítható, tervezhető legyen. Tehát ezért nagyon fontos, hogy egy politikai párt, hogyha be akarja bizonyítani saját kormányzó képességét, akkor rendelkezzen hosszú távú elképzelésekkel. És a hosszú távú elképzelések jól ki tudnak ütközni egyébként egy válsághelyzetben itt a koronavírus járvány. Hogyha egy picit megnézzük Európát, és mondjuk egy-két példát kilagadva, én most egy példát mondok Németország, ott azt látjuk, hogy a jobboldali pártszövetség, amely most kormányon van a CDU-CSU pártszövetségnek a népszerűsége, a járványkezelés sikertelensége miatt folyamatosan csökken. Míg Magyarországon ezzel párhuzamban pedig azt láthatjuk, még a baloldali közvélemény kutatók mérései szerint is, hogy a kormánypárt tok támogatottsága láthatóan nő, míg az ellenzéki pártoknál gyakorlatilag csak egy ilyen egyfajta átrendeződés figyelhető meg, komoly népszerűség növelés, nem. Mi lehet ennek az oka? Ja, valóban egy válság idején az, hogy egy kormánypárt egyáltalán a támogatottságát képes megőrizni, ez már egy nagyon komoly teljesítmény, hiszen már az állampolgárok nagyon kritikusak, nagyon komoly elvárásaik vannak. Magyarországon ezeket az elvárásokat sikerül teljesíteni a kormánypártoknak. Ellenben azzal, hogy az ellenzék nem volt képes alternatív szakmai alapon működő politikai stratégiát felmutatni, szakpolitikai javaslatokat tenni, az jól mutatja azt, hogy igazából továbbra is a Fidesz ellenességen kívül más üzenetük, más elképzelésük nincs az ország jövőjével kapcsolatban, és azért nem felejtsük ezt, el azt, hogy ugye az, hogy egy párt szemben áll egy másik párttal és leszeretné győzni, ez legfeljebb a választás napján érdekes, viszont utána ugye kormányozni kell az országot, ugye egy ciklus erejéig legalább az négy év, tehát az állampolgárok irányából egy jogos elvárás az, hogy azon túl, hogy egy párt megjelöli a legfőbb kihívóit, képes legyen bebizonyítani, hogy kormányzó képes, képes, legyen bebizonyítani, hogy vannak szakpolitikai elképzeléseik, és van elképzelésük az ország jövőjével kapcsolatban. Rotyus Bálintnak, a média nézőközpont elemzőjének köszönjük szépen, hogy mindezt elmondta nekünk, szép napot kívánunk önnek. Köszönöm szépen, szép napot.